utazás során előadja az 501-es légió Magyarország helyőrsége. Fogadjátok őket sok szeretettel! Sziasztok! Az 501-es légió Magyarországi helyőrségének aktuális vezetője. Én pedig Borsz Máté vagyok, és a mai előadás az a Star Wars videójátékokról fog szólni évek során. Hát a Star Wars már 1977 óta szórakoztat minket a nagyvászon. Otthon viszont már a 80-as évek óta tudja szórakoztatni az arra érdeklődő közönséget, mint például minket is. Hát mostanság már több száz Star Wars játék létezik, az összes létező platformon megjelentek játékok, illetve számítógépen is. Például, amiket itt most láttok ezen a kis bevezető szlájdon, ez is három klasszikus játék. A Super Star Wars, Super Nintendo-ra, az az epizód egy része, aminek én nagyon megörültem, mivel ott is lehet ezzel játszani, illetve a Knights of the Old Republic 2 szerepjáték. De akkor kezdjük is a 80-as évekkel, akkor még egyikünk se élt, igaz Zsolti? Nagy valószínűséggel, nem sok tapasztalatunk van belőle. Ó, itt van egy-kettő jelentkező. Hát igen, akik szerencsések, azok megérték azt, hogy ők még játszhattak ezekkel. Sajnos a mai platformokon ezekkel már nagyon nem lehet találkozni. Viszont ez az alapja mindennek, ami elkezdte a Star Wars játékokat, úgyhogy becsüljük ezeket a régi játékokat, már akinek van módja ezekkel játszani. 486-oson talán még elmegy. Igen, hát ezek a játékok így nagyon kezdetleges konzolokon voltak, illetve akkor még nagyon mentek ezek az arcade játékok, mint amit itt is lehet látni. Ez a Jedi visszatérnek az 1984-es arcade változata. Illetve a 80-as években nagyon népszerűek voltak a platformer játékok, mint például a Super Mario, a Star Wars természetesen ezeket is feldolgozta a saját változataiban, mint például ez a Droids, ami a Commodore 64-esre jelent meg, illetve mögöttem lehet látni, remélem ti is látjátok, ezt a Star Wars arcade-et 1983-ból, amint látjátok, nagyon kezdetlegesek a grafikák, viszont szerintem ez nagyon hozza azt a hangulatot, amit az első trilógiában láthattunk ezekkel a grafikákkal. Hát a 90-es évek szerintem ez már kicsit ismerősebb nekünk is, mint előadóknak, meg szerintem nektek is itt így a közönség sorai között. Hát igen, a 90-es évek sajnos sok játékhoz még ezek közül sem volt szerencsém, lévén 91-ben születtem, de már elmondhatom, hogy ebben az évtizedben éltem, és nagyobb eséllyel találkoztam velük. Egyel, kettővel még játszottam is, ezek közül kiemelném az X-Wing és a TIE Fighter szimulátorokat. Kegyetlenül jó játékélmény biztosít ahhoz képest, hogy milyen öreg. Viszont célszerű hozzá egy joystickot beszerezni, mert sajnálatos módon billentyűzettel ilyesmivel nem működik, csak és kimondottan joystickkal. Ezen kívül még lehet látni a Dark Forces játékot. Ezt nagyon sok társunk, kollégánk ismeri, játszott már vele. Személy szerint nekem nem volt még hozzá szerencsém, de vélhetően a mai gépemen már nem is futna, mert nem ismerné fel a játékot. Illetve egy Rebel Assault 2 nevű játék, ami itt látható bal oldalamon. Ez már egy nagyon jó kis játék volt, ezzel már én is játszottam. Nagyon hangulatos, és azt kell mondjam, hogy generációjában szerintem formabontó volt, vagy előrelátó, vagy nem tudom, hogy mondjam pontosan, hogy élő szereplős bejátszásai voltak neki, ami szerintem nagyon nagy szó az akkori időkben. Hát igen, szerintem is, ahogy most mondtad, ez a 3D-s grafika, ugye ez a Rebel Assault 2,
a PC-n is PS1-en volt látható. Ezek az úgynevezett real shooterek is, mint például a Time Crisis játékok, szóval ott van a főszereplő karakter, itt egy mocskos lázadó. Folyamatosan jönnek az ellenségek, nem te irányítod, hogy merre megy az emberke, hanem csak lövöd a szegény rohamosztagosokat. Nem tudom, Zsolti, te meddig jutottál ebbe a Rebel Assault 2-ben? Én kivégeztem. Sajnálatos módon saját fajtámat írtottam, de kivégeztem a játékot. Hát akkor szerintem egy tapsot megérdemel a Zsolti. Mivel ez a Rebel Assault 2 szerintem az egyik legnehezebb Star Wars játék volt, én szerintem a harmadik pályán nem jutottam túl, amikor valamilyen hajót kell átvezetni, valamilyen hihetetlenül irritálóan nehéz pályán. Én azon soha nem jutottam túl sajnos. Szóval nekem az első két pálya maradt meg a Rebel Assault 2-ből, de felejthetetlen élmény volt. Igazából az előbb említett Dark Forces-szal is hasonló élményeim vannak. Amikor ez kijött, akkor még nem igazán tudtam angolul, így nem is igazán tudtam, hogy mit kell csinálni, csak mentem. Eljutottam aztán a harmadik pályáig, de utána soha többet. Viszont pár éve a Steam-en elég olcsón meg lehetett vásárolni, akkor megvettem. Tovább jutottam a pályán, viszont utána meg ellopták a laptopomat. Szóval sajnos a mai napig nem fejeztem be a Dark Forces-t, amiből egyébként a most DVD-n és Blu-ray-en megjelent Zsivány 1-es is nagyon sokan merített. Ugye ez a játék arról szólt, hogy Cal Katarn, egy lázadó, hogy lopja el a halálcsillag terveit. Például Cassian Andornak a szerepe is eléggé hasonlít a Cal Katarnra. És ugye elég sok más játékban is feltűnt ez a fickó, majd később biztos lesz róla szó. Még mi van itt a Star Wars a Nintendo Entertainment Systemen? Szintén egy elég nehéz játék volt, aki szereti a mazoista side-scroller platformer játékokat, azoknak mindenképpen tudom ajánlani. És 90-es évek második fele, ez már kezd nagyon izgalmas lenni. Ez már tetszik. Hát, nagyon sok kedves emléken fűződik ezekhez a játékokhoz. Ebből a játék tapasztalataim elsősorban a Rogue Squadron című játék. A maga 64 megabájtjával szerintem korszakalkotó volt a maga idejében, lévén első, úgymond egész korrekt 3D-s vadászgép szimulátor játéka. Egész konkrétan megépítették a belső rendszereket is, és ugyanúgy lehet forgolódni a pilóta fülkében, és grafikailag a korhoz képest nagyon jól összetették, és nagyon jó a játéktörténet és hangulat is. Így van, ez a Rogue Squadron, ez nagyon népszerű, nagyon sok könyv meg is jelent ebben a sorozatban. Szerintem magyarul is lehet fordítva, nagyon népszerű. Az X-árnyúakból 6 kötet jelent meg, amiből a Rogue Squadron merített. És hát ugye a 90-es évek második felében akkor jött ki ugye a Special Edition is a filmekből a mozikba, mind otthon is. Például itt van a Star Wars Trilogy Arcade. Nem tudom, valaki tegye fel a kezét, aki elég sokat játszott ezzel a arcade-okban. Egy ember, gratulálok! Kettő! Nem tiéd a mosógép. Minden esetre nagyon jó játék volt, be tudtál ülni, volt egy nagy joystick, azzal lehetett lőni sajnos a birodalmiakra, vagy Darth Vaderre is meg lehetett küzdeni. Illetve például az 1996-ban megjelent Shadows of the Empire, ami egy igen nagyszabású multimédia kezdeményezés volt a LucasArts-tól, szóval volt egy játék, ami a Nintendo 64-re és PC-re jelent meg. Ebben voltak élő szereplős átvezetések. Ebből készült egy könyvfeldolgozás, ami szerintem elég jó volt. Természetesen volt képregény is, sőt a képregénynek volt egy folytatása, amit inkább ne sok időt pazaroljunk arra a folytatásra, meg persze voltak játékfigurák, és mivel azt gondolták az emberek, hogy
hogy ebből is egy film lesz, ezért egy picit meg kellett változtatni azt a stratégiát. Sajnos nem lett belőle film, pedig jó lenne. A komplexitásához a játéknak hozzátenném, a Birodalom árnyaihoz, hogy megjelent a játék, megjelent a regény, és megjelent a képregény. És mind a három külön karakternek a feldolgozása. A játék az Dash Rendar karakterét dolgozza fel, a regény az Luke Skywalker és Leia hercegnő történetét dolgozza fel, illetve a képregények Boba Fett történetét dolgozzák fel, hogyha jól tudom. Igen, és a képregény folytatás meg, nem tudom, Dash Rendarnak a segédjének a szemszögéből van, szóval az eléggé elvon, de nem is volt egy jó minőségű. Hát elérkeztünk a 2000-es végek elejéhez, amit szerintem legjobban úgy lehetne jellemezni, hogy a Star Wars videójátékoknak az aranykorszaka, viszont a filmek, hát szerintem kevésbé voltak jó minőségűek így a 2000-es évek első felében. Hát igen, sajnálatos módon így volt, viszont rengeteg nagyon jó játék született akkoriban. Köztük a legemlékezetesebbek közé tartozik a Star Wars részer, ami az előző képen volt látható, a Phantom Menace, az is kezdetleges 3D technológia, de nagyon jó játékhangulattal, illetve jöttek az ilyenek, mint a Jedi Outcast, illetve a Knights of the Old Republic, ugye, ami szerintem ma is maradandót alkotott, mert a The Old Republic online játék, amire majd később kitérünk, ebből merített alapokat, és hát sajnálatos, hogy nem lett folytatása. Hát volt folytatása a Knights of the Old Republicnak, egy második része. Hát szerintem az első az jobb volt, a második végét egy picit összecsapták, de szerintem még így is sokkal jobb játék, mint a legtöbb mostanában megjelent Star Wars játék. 2005-ben jelent meg a Lego Star Wars, ami elindított egy olyan folyamatot, amivel nagyon könnyen tudnak pénzt csinálni a cégek, mivel hát nem valami sokba kerül egy ilyen játékot legyártani, viszont nagyon-nagyon népszerűek, és hát valljuk be őszintén, nagyon szórakoztatóak is. A Jedi Outcast 2, ez is a Dark Forces sorozathoz tartozik, ilyenkor Cal Katarn már Jedi, erről is, vagy hát erről a történetről is készültek könyvek. Itt is a grafika, illetve a fizika az meghatározó volt arra a korra, sokkal jobbak voltak, mint korábban, szét lehetett kaszabolni az embereket, ami hát most szerintem így mostani Star Wars játékokban is nyugodtan benne lehetne. Illetve a Star Wars Galaxies, az első Star Wars MMO RPG játék. Személy szerint nem sokat játszottam vele sajnos, mivel nagyon féltem, hogy magába szippant a világ, így megpróbáltam ellenállni, viszont hát elég sokáig ment, hány évig? 8 évig? 8 évig ment, és még ma is lehet vele játszani, csak nagyon drágán. Mint a legtöbb MMORPG-ben itt is voltak különböző fajták, küldetések, szóval aki szerette az MMORPG-ket, mint például tőlünk is volt néhány tag, így nagyon népszerűek voltak körükben. Ja, meg persze ne felejtsük el például a The Apprentice of the Force, ami a Game Boy Advance-re jelent meg. Ez a régi NES meg SNES-es játékokat idézte föl, platformer, semmi extra, de legalább így is lehetett nosztalgiázni egy picit. A 2000-es évek első felének még mindig nagyon sok játék van, amit érdemes megemlíteni. Hát igen, ezek közül szerintem a legismertebb az a Battlefront sorozat. Az első, második rész, ki játszott vele, hadd lássam. Aki nem jelentkezik, annak se hiszem el, hogy nem játszott vele, legalább kipróbálta egyszer, biztosan. Szóval igen, a Battlefront 1-2 az egy olyan jól összerakott lövöldözős játék volt, ami konkrétan a darálásra épül, és nagyon jó stressz oldó és okozó is volt, attól függ. A Battlefront 2-ben a Jedi templom például az egy undorító küldetés volt. Számtalanszor felhúztam magam rajta olyan mértékig, hogy egy hétig nem játszottam vele utána.
Illetve, ami még nagyon-nagyon fejlett volt a korához képest, a Republic Commando játék. Személy szerint én nagyon sűrűn kijátszottam, és rendszeresen visszatérek hozzá, mert olyan komplexitással rakták össze a játékot, hogy az manapság nem sok másik játékra mondható el. És akkoriban szerintem ez nagy szám volt. Hát igen, sajnos, hogy abból se lett folytatás. A 2000-es évek második felében szintén folytatódtak a korábban lefektetett franchise-oknak a folytatása különböző platformokon, mint például a Battlefront már megjelent PlayStation Portable, meg a Nintendo különböző handheld gépein, illetve például a Nintendo Wii-n is megjelent játék. Ezeknek a minősége szerintem erősen közepes. Nyilván ezekkel is lehetett pénzt keresni, sajnos a játékélmény az nem volt a legjobb. Viszont a Force Unleashed szerintem az egyik legjobb Star Wars játék, ami valahol megjelent, ez a fizika, ezzel nagyon-nagyon jól el lehetett szórakozni. Zsolti, szerinted? Hát a Force Unleashed az egy olyan játék volt, aminél idegbajt kaptam, hogy a számítógépen nem igazán akarta vinni. Úgyhogy kénytelen, kelletlen, csak ezért a játékért összedobattam egy erőművet, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden forintot megért. Hihetetlen jó játékélmény, teljesen interaktív, nem úgy van, hogy például, mint a Jedi Akadémiában, hogy használsz egy erőlökést, és egy előre beprogramozott módon dől be a fal, hanem ott, hogyha megküldöd rendesen izomból, lendületből, ott törik, szakad minden, a szélrózsa minden irányába repülnek a szilánkok, hihetetlenül jól megcsinálták, és a játék története is egész elfogadható. Az Empire at War-ról szerintem te szeretnél többet mondani. Az Empire at War az egy hihetetlenül komplex és nagyon jól összetett stratégiai játék. A legtöbb ember annak hallatán, hogy stratégiai játék, fejvesz menekül, mert hogy unalmas, nem bírja, túl sok mindenre kell figyelni, mit tudom én, nyugja baja van az embernek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem igaz. Az Empire at War egy annyira jól élvezhető játék, annyira összetett, grafikailag kifogástalan, a különböző modokkal főleg. Lássuk be, régi a játék, de már az alapoknál nagyon jól összerakták. Én személy szerint, hogyha egy hónapig nem játszom vele, elvonási tüneteim vannak. És az elmúlt évek folyamán számtalan mód és kiegészítés jött ki hozzá, amik még jobban emelték a játék színvonalát, hangulatát, úgyhogy én azt csak javasolni tudom mindenkinek. Manapság már ott tartunk, hogy a halálcsillag 1-2 is benne van, 3 executorral és mindenféle választható könyvekből származó karakterrel. Ja, nagyon-nagyon jó. Én is imádtam azt a játékot. Kár, hogy mostanában már kihaló félben van ez a real-time strategy RTS zsáner, de szerencsére ezt most már a legalapabb gépeken is el lehet futtatni ezt a játékot. Hát a 2010-es évek, még a Disney előtt, Hát a Kinectről tudnék mesélni. Emlékszem, amikor bejött a Kinect, ott voltam a promócióján, ugyanúgy egy Play IT-n, ha jól emlékszem, a nagy színpadon én mutattam be, hogy hogy működik. Voltak apróbb technikai nehézségek, próbálkozásnak, látványnak nagyon jó volt maga a játék, meg a műfaj, de azt kell, hogy mondjam, hogy az érzékeléssel voltak némi problémák, a fehér páncélt nem érzékelte. Innentől kezdve tök mindegy volt, hogy mit csináltam, ugrálhattam keresztbe hosszába, lőttek szitává, sajnos nem úgy funkcionált a játék, ahogy kellett, de minden esetre nagyon jó próbálkozás volt. Hát én csak videóról tájékozottam a Kinectről, de hogyha a YouTube-on megnézel bármilyen top 10 legrosszabb Star Wars videójátékot, akkor a Kinect általában az első helyen van. Főleg a táncolós Flying Solo miatt, szóval hát igen, elég rossz játék. Meg akkor kezdett népszerű lenni az Angry Birds sorozat is, amiből természetesen a Star Wars is lehúzta a bőrt. Most már hát legalább 2, nem tudom, hogy 3 játék van. Aki szereti az Angry Birds-t, lehet lőni ide-oda ezeket a madarakat, a disznókra.
Szórakoztató, szerintem tök poén volt a Star Wars változat is. Szerintem minden ember jár WC-re, úgyhogy biztosan ismerik az Angry Birds-ot. Így van, szóval egy ilyen átlagos, nem is feltétlenül játékosok is élvezhető szerintem. Illetve 2011-ben jelent meg a Force Unleashed második része, ami szerintem nagyon össze volt csapva, nagyon rövid és nagyon gyenge volt a története, ne is beszélünk többet róla. Illetve 2011-ben jelent meg az Old Republic, ami a második MMORPG volt így a Star Wars világában, és a korábban említett Knights of the Old Republic játékoknak a történeteit folytatta. Ez azért érdekes ez a sorozat, mert miután a Disney megvette a Star Wars-t, minden, ami korábban létezett a filmeken meg a Clone Wars-on kívül, az már nem számított kánonnak, és kinyírták. Kivéve az Old Republicot, amihez még most is jelennek meg fejlesztések, illetve kiegészítők. Az Old Republichoz hozzátennék még annyit, hogy nem maga a játék az, ami elsősorban szót érdemel, hanem a játéknak a különböző kiegészítőinek a bemutatói, videói, amit olyan mértékűen kidolgoztak, hogy az igazából már filmbe illő, és amiben ennyi munka van, az szerintem kár lenne kinyírni. Így van. Hát és akkor itt vannak a törölt játékok, ami nem csak a Disney miatt sikerült törölni őket, hanem már korábban is. Hát ilyen a Star Wars 13-13, ami a Boba Fettet, hogyha jól tudom, a Boba Fett szemszögéből mutatta volna be ezt a történetet. Terve volt véve a Rogue Squadronnek egy modernebb, kidolgozottabb változata. Szintén lehúzták a listáról, illetve egy nagyon ígéretes játék, a Battle of the Sith Lords, amiben Darth Maul-lal lehetett volna aprítani keményen. Az Imperial Commando az valószínűleg a Republic Commandónak lett volna egy ilyen folytatása, szóval sajnos abból nem lett semmi, meg a Battlefront 3, amiből ugye már most készült tavaly előtt egy új Battlefront, illetve most idén fog megjelenni a második Battlefront. Ami szintén csak online játék. Sajnos. Igen, hát a második Battlefrontnak szerencsére lesz egy egyszemélyes története, erről hamarosan. Viszont most így a Disney után, hát milyen játékok vannak? Igazából a Battlefronton kívül nincsenek nagyszabású játékok. Mindegyik ez a freemium mobil játék, azaz, hogy ingyen le lehet tölteni, viszont hogyha azt szeretnéd, hogy bármi történjen, akkor fizessél igazi pénzzel. Ez mostanában egy hatalmas nagy üzleti modell, amivel szerintem a casual játékosokat is meg lehet érinteni. Hát itt van például a Star Wars Commander, vagy az Uprising, a Galaxy of Heroes. Szerintem ebből, amit a legtöbben ismernek, az a Galaxy of Heroes. Én a mai napi szinten játszok folyamatosan, és igen, sajnos elég idegördő, hogy naponta adott energiapontok vannak, és adott elérhető mennyiségű ajándékok, fejlesztések, stb. És igen, hogyha az ember haladni akar benne, akkor bizony csengetnie kell a zsetont rendesen. Úgyhogy sajnos a Disney az Disney maradt, csak a pénz, meg néha egy kis minőség. Igen, hát a Lego Star Wars volt az egyetlen hivatalos epizód 7-es játék. Ugye régebben mindenféle konzolra kiadtak ilyen-olyan feldolgozásokat az epizód 1-től 6-ig. Hát most csak egy Lego változatot kaptunk a Zsivány 1-esből. Igazából nem maradt semmi, kivéve a Battlefronthoz, a PlayStation VR headsethez volt egy kiegészítő csomag, és hát igazából ennyi. Szerintem a Battlefront 2-höz is majd lesz az epizód 8-ból néhány tartalom, illetve az epizód 7-ből. Hát is, Zsolti, te hogy látod a jövőt a Star Wars videójátékoknál? Hát, hogy tudnám ezt jellemezni? Mostanában sajnos nem annyira utaznak rá a játékokra, vagy hogyha ráutaznak, akkor az csak is online, csak is fizess érte, nincs az, hogy single player, nincs az, hogy otthon van egy óra szabadidőd és elmókolsz, haladsz egy keveset. Csak online-ba, csak fizess, és igazából tényleg ennyiből áll a Disney-féle játékgyártás. Bízunk benne, hogy az idők múlásával ez picikét változni fog.
Hát igen, én is egy picit szomorúnak érzem, hogy így vannak a játékok, hogy a legtöbb ilyen mobilos freemium játék nem igazán ad hozzá semmit a történethez, mint például az a Puzzle Droids, ez ilyen Candy Crush féle játék, három kis mintát össze kell szedni, hogy eltűnjön az a sor. Hát nem tudom, szerintem igazából a mai technika lehetővé tenné egy komplexebb játékoknak a kidolgozását is. Például a Battlefront 2-nek a története az nagyon izgalmasnak bizonyul, legalábbis ideig, hogy a epizód 6 után egészen az epizód 7-ig azt a 30 évet fogja feldolgozni birodalmi szemszögből, szóval mi ennek nagyon örülünk. Ez az Inferno Squadnak a ruhája is baromi jól néz ki, szóval szerintem hamarosan az 501-es légió belül is fogjuk ezeket látni. Én minden esetben tényleg nagyon remélem, hogy azért lesznek például a Knights of the Old Republic-hoz hasonló komoly szerepjátékok is, komoly egyszemélyes tartalommal rendelkező játékok. Hát de meglátjuk, mivel lehet jobban pénzt keresni, szerintem mindenki tudja a választ, de hát azért legyünk optimisták. Hát bízva bízzunk, pedig szerintem így az előadásunk végére egy perc néma csend a jövőbeni és az elmúlt törölt játékokért. Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen!